2011-ben már harmadik alkalommal rendezték meg a Zemplén hangja elnevezésű tehetségkutatók versenyt. A térség jó hangú lelkes fiataljainak felkutatásának ötlete a zenész Skinti Csabától származik. Mint mondja, egy aktív közösség létrehozása volt a célja, és ez úgy tűnik sikerült is. Az elődöntőkön közel 100-an indultak el. A november végén megtartott sárospataki döntőre 19-en jutottak tovább. Nekik zsűri és közönség előtt kellett bizonyítaniuk. A versenyzőknek a tudását azt úgy gondolom, akkor, amikor 19 főben határoztuk meg a résztvevők számát, akkor ez egy jó döntésnek bizonyult, mert valóban az a 2x10 ember körülbelül jutott be a döntőbe, akik ma nem csak versenyezni tudtak, hanem egy olyan szórakoztató műsorral is meglepték a közönséget, amit én szerettem volna. Kellemes, de hasznos összekötni. Amikor először ezt a versenyt megrendeztük, és ha jól emlékszem, Mikóházán volt a válogatója, akkor egyrészt a zsűri, másrészt én is rettentően megdöbbentünk, de nem gondoltuk, hogy
ilyen komoly felkészültséggel fognak fiatalok eljönni egy ilyen tehetségkutatóra. Ugye ma nagyon népszerű tehetségkutatókat szervezni, országosan nem is egy-kettő szimultán fut. Mi meg azt vettük észre, hogy sokkal komolyabb versenyzők indulnak ezen a mi általunk szervezett versenyen. Most az elmúlt 3 év azt bizonyítja, hogy a versenyzők ezt tényleg egy szakmai versenynek könyvelik el, hiszen volt, aki harmadszor jött el, és egyik alkalommal sem vette vagy szegte kedvét az, hogy ő nem jutott első-második helyezéshez, hanem folyamatosan próbálkozik, és hol jobb, hol szerényebb eredményt tud elérni. Tartjuk a kapcsolatot a fiatalokkal, és ez arra nagyon jó, hogy tapasztalatot cserélünk. Ugye a zenét azt van, aki szakmának űzi, van, aki szórakozásból, de mindennek van egy bizonyos minőségi foka, nem mindegy, hogy valami nagyon gyenge, vagy egy közepes, vagy pedig egy jó színvonalú. Én úgy gondolom, hogy ezek a fiatalok, akik itt részt vesznek, ők szeretnének minőséget produkálni, nem elégszenek meg az éppen jelenlegi tudásukkal, és ahhoz, hogy ez magasabb szinten működhessen, ehhez kell a kapcsolat, kell az idősebb zenészektől a tanács, ezért van az, hogy például a zsűribe, ha megfigyeljük, szinte mind aktív zenész foglal helyet, tehát nem elméleti szakember, hanem olyan, aki szombaton esténként akár így a színpadra kiállva ugyanilyen szintű produkciót természetesen még jobbat is tud produkálni, akitől a fiatalok elfogadják a véleményt. Azt vettük észre, hogy ezek a gyerekek, akik bekerültek ennek a versenynek a forgásába, később gyakrabban keresnek meg bennünket, hogy szeretnénk egy nekem illő zenei alapot, vagy szeretnék valami tanácsot kérni, és akkor mi nagyon szívesen adunk, vagy akár egymásnak is adnak, hiszen nem mindegy, hogy valaki egy midis, gyenge, szöszögő alappal áll ki egy ballagás ünnepségen, vagy egy éppen nagyon jó minőségével, az már szinte fél siker. A másik fél az, hogy készült fel, és a harmadik fél, ha lehet így fogalmazni, akkor pedig az, hogy mennyire magának illő darabot választott. Itt láthatják testközelből, hogy ez vagy az bejött XY-nak, vagy nekem, ez pedig nem. Nagyon érdekes, hogy van, aki esetleg egy új dalt hoz a döntőre, és az nem sikerül olyan jól, mint a begyakorolt válogatós dala, szóval mindenből tanulnak, és hát ez a verseny végül is ezt szeretné a jövőben is megcélozni, amúgy pedig hobbi, tehát itt nincsenek olyan túl nagy díjak, hogyha csak az nem egy túl nagy díj, hogy egy országos tévécsatornán el lehet énekelni 2 dalt majd január-februárban az itt győztesek közül. Én úgy gondolom, hogy itt az motiválja a fiatalokat, hogy szeretnének jobbak lenni, és ezt tisztelni kell. Thank you.
legelső verseny, tehát a 2009-es két győztes, az A és B kategória győztese ma már a harmadik nagy lemezét készíti. Na most ezt a saját zsebből egy fiatal 16-20 évesen ezt a több millió forintot nem tudná megfinanszírozni. Ők ezt most játszva, úgymond nevetve megkapták a sorstól, és ezzel a lehetőséggel éltek. De van itt olyan, aki eljön erre a könnyűzenei vetélkedőre, majd hétfőn visszamegy az énektanárához Szerencsre, és elmondva a tapasztalatokat, még inkább a musicalekre áll rá, és azt gyakorolja, nem a könnyedebb műfajt. Tehát nagyon sokfélék vagyunk, a versenyzők is sokfélék. Aki itt győzött, én úgy gondolom, eddig még mindenki jól járt, és az is, aki itt mint versenyző részt vett. Egy adatbázisunk van, ugye az internetnek hála most már a kapcsolatot szinte percről percre tudjuk tartani, és én annak is nagyon örülök, amikor fölmegyek el az adatbázisra, és látom ott, hogy melyik fiatal, melyik másikkal közös képen szerepel, mert elindult egy barátság, és én tudok olyat, aki itt egy Szerencsi, egy kisvárdai kislánnyal, most éppen egy példányának felhozva összebarátkozott. Biztos, hogy a jövőben ők tartani fogják a kapcsolatot, és egymás közt őszintén elmondják majd a véleményüket, és akkor szerintem már mindent megtettünk, amit lehetett. A Zemplén hangja címért két kategóriában mérték össze tudásukat a fiatalok.
az A kategóriában, ami a 14 és 18 év közöttieket jelenti, egy új fehértói fiatal nyerte el a zsűri tetszését. Ákos a zenéről és a terveiről is beszélt. Igazából hatodikos koromban kezdtem el igazából komolyabban foglalkozni az énekléssel, de már általános iskolában is énekzene tagozatos iskolába jártam. Igazából sok versenyen voltam már, megvettem részt, és az énekverseny.hu-n láttam ezt a hirdetést, hogy lehet jelentkezni erre a versenyre, és én is megpróbáltam. Hogyan zajlott a felkészülésed, mit tudtál megtenni, volt a segítséged például? Hát igazából magamtól készültem fel, nem volt segítségem, úgymond magamtól készültem fel. Hogy érezted itt most ma magad? Nagyon jól éreztem magam, nagyon jó volt a hangulat, csodálatos volt, nagyon jó volt. Mi mindennek kellett nálad összejönni a lelkében, zenében és a többi, hogy ez sikerüljön? Hát lelkilegben nagyon sokat kellett készülnöm, hogy ez a dal toppon legyen lelkilegben, fizikailag, meg énekileg is nagyon ott kellett lennem, hogy jól sikerüljön. Mit vársz a folytatástól? Hát a folytatástól azt, hogy egy kicsit jobban beindul a helyzet és előadó művész lehessek, vagy énekes. Mi az az irány, amit szeretném majd képviselni? Az irány a könnyű zene, a könnyű zenében is a pop, meg a ilyen líraisabb változat inkább. Ez, hogy ez most összejött, egy mondjuk országos csatornánál ugye futnak az elmúlt időszakban számos válogató. Gondolod, hogy esetleg azt megmered ezek után próbálni? Idővel megpróbálnám, igen. Idővel. Amikor majd leérettségizek és meg lesz a papírom, akkor szívesen persze. Meg amikor már érettebb lesz, úgymond a hangom, meg jobban fogják képezni. Thank you.
Második kategória, győztese meggyőző felénnyel 86 ponttal 2011-ben Karacs Martival. A B kategória, amelyben a 19 és 25 év közöttiek csaptak össze a színpadon, hazai sikerrel zárult, ha lehet így mondani. A győztes Karacs Martina lett, aki azt mondta, inkább énekelni szeret, mint interjút adni. Annyira zavarban van ugyanis, de azért velünk kivételt tett. Amióta az eszemet tudom, szerintem ez egy olyan dolog, amivel ki lehet fejezni az embernek az érzelmeit. Ha jó kedve van, akkor vidám, pörgős dalokat énekel az ember, ha esetleg rossz, akkor valami ballada típusú dalt. Igazából minden típusú dalt eléneklek, lehet az kormorán, vagy netalántan egy népdal, mert rengeteg népdal éneklési versenyen voltam még általános iskolában, de jobban szeretem az ilyen R&B, jazzesebb beütésű dalokat. Hogy sikerült felkészülnöd, és miért is akartál elindulni a Zemplén hangján? Igazából 2009-ben is jelentkeztem, akkor második helyezést értem el, és úgy gondoltam, hogy most bebizonyítom, hogy többre is képes vagyok. Nem az, hogy javítani kellett szerintem, hanem az egy laposabb, egy egyhangú dal volt. Szóval nem volt benne magas és kimagasló rész és mélyek, és most arra fektettük a hangsúlyt, hogy meglegyen a mély dög és a magas, amiben ki lehet adni mindent. Nagyon jól éreztem így először a színpadon, így kilencedikként, már úgy gondoltam, hogy le kell tudnom, és most kiadtam mindent, amint látszódott, szerintem sikerült. Remélem minden lehetőség előttem áll, de ki tudja, hogy még mi lesz ebben. Mint minden gyerek, vagy minden embernek az álma, hogy sztár legyen, nekem is ez. Hogy valami ilyesmivel tovább jussunk, vagy tovább léphessek, vagy akár nem is egyedül, akár zenekarral, akár bandával, akár jazz énekesként. De a lényeg, hogy valami ezzel akarok foglalkozni. Hogy ez sikerülni fog, azt nem tudom. Azt viszont tudjuk, hogy Martinának most elég nagy lendületet adhat a Zemplén hangja győzelme. A fiatalok azt is elmondták, bárhogyan is alakul a jövőjük, énekelni biztosan fognak még közönség előtt.